Palotanegyed várfalainak a karbantartását, fejlesztését, a Palotanegyed palotáinak a későbbi felújítását is várhatóan ezen a társaságon keresztül fogja lebonyolítani a kormányzat, de itt fölállt egy úgynevezett Hausmann bizottság, és ő fogja majd meghatározni azokat a fejlesztési felújítási feladatokat, amelyeket el kell végezni, és ami aktuális, be kell fejezni a Várkertbe zárt felújítását, és a következő évtől ezt üzemeltetni kell. Ebben több mint 3000 négyzetméter kiállítóterem van jelenleg is. Egy nagyon érdekes, izgalmas és érdekes kiállítási programban nyitott meg a bazár. Egy íbül emlékkiállítással, egy dizájn kiállítással, és ami különösen érdekes, Hungarikonok nevezetű kiállítás, aminek az a lényege, hogy nagy magyarok személyes tárgyaiból egy művészi kiállító darab, kiállítási darab, tehát egy megformált, adott esetben kis palasztika, szobor, vagy éppen valamilyen festmény készült, és ezek szisztematikusan össze vannak szervezve, mit tudom én, például a Puskás Öcsi csukája, a Benedek Tibor köpenye, fürdőköpenye, a Neumann írógépe, hihetetlen érdekes, izgalmas, tehát ezek azt mutatják, hogy egy nagyon erős kiállítási programmal, egy nagyon izgalmas programmal indult el a ház. Jövőre egy nagyszabású első világháborús kiállítás lesz a házban, a kisebb jelentőségi programok mellett. Ennek az előkészítése megkezdődött, a szakmai előkészítést a Terrorháza Múzeum végzi, és itt fönt a várban pedig üzemeltetésünk alatt van az egykori Honvéd főparancsnokság épülete, amit említettem, hogy Feri bátyánk indította el a felújítását. Abban jelenleg egy zseniális család címszó alatt a Zsolnai család életművét bemutató kiállítás van. Ennek a helyére azt hiszem, hogy egy európai léptékkel és nagyszabású kiállítás fog kerülni. Csontvári teljes munkásságát bemutató kiállítás várható. Polgármester.